Lezárult a családbarát munkába állás segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza megyei Jogúváros önkormányzatánál című pályázat, melynek során 6 óvoda esett át komplex felújításon. A fejlesztés több mint 700 millió forint Európai Uniós támogatásból valósult meg, célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése volt. Egy topos program keretében megújult 6 óvoda a családbarát munkába állás segítő pályázat keretében. Ez azért fontos is, mert hogy a gyerekek egészséges nevelése és megfelelő ellátása ezzel javult. Ez 6 óvodában valósult meg, már az idei évben lezárva a pályázatot, a Búza utcai óvodában, a Városmajoriban, a Kertköziben, a Fazekas János téren, a Kereszt utcán és a Ferenc körút homoksori óvodában valósult meg. Itt többek között megvalósult tornaszoba, valahol sószoba került kialakításra, megújultak a bútorok, megújult a energetikailag az épület, és konyha technológiai fejlesztések is valósultak meg. Az intézmények korszerűsítésén kívül jelentős eszközbeszerzésre is sor került több mint bruttó 60 millió forint értékben. Az óvodák igényeinek megfelelően gyermekfejlesztő is udvari játékok, sporteszközök, konyhai, háztartási eszközök, informatikai eszközök, óvodai textilek, sószoba és óvodai bútorok berendezések kerültek beszerzésre.